Többen azt mondták, hogy a videóim ritkán szólnak az autóról, sokkal inkább a sztorikról, de ez nem igaz. Azaz részben igaz. Most is van sztorim, méghozzá az, hogy az a stabilizáló szett, amivel a Zuzu forgatja ezt a jelenlegi tesztet, az most érkezett meg, az Indiegogon rendeltem, vadonatúj, és még nem is nagyon tudjuk, hogy kell használni, úgyhogy lehet, hogy a kép néha röszögös lesz. De akkor vissza a tesztautónkra, amivel kapcsolatban egy picit alkotói válságba keveredtem, majd később kifejtem, hogy miért, amíg kitalálom, hogy mit fogok mondani, bemutatom nektek a Renault Megant. Megfejtettem az alkotói válságom okát. Talán tudjátok, hogy én egy flotta kezelőnél dolgozom, és nem keresik a Renault-kat. És azért nem keresik a Renault-kat, amiért nekem is hiányosak az ismereteim róla, mert nincs meg az emberek fejében, és az én fejemben sincs meg, a kezemben, az ülepemben a Renault érzés, ugyanis nagyon ritkán találkozunk vele. Pont ezért kértem el ezt az autót, mert akkorát fejlődött, hogy igenis azt akarom, hogy kerüljön bele a fejembe, a kezembe, a gondolkodásmódomba, és a Renault-nak is nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy bekerüljön az emberek fejébe, ugyanis olyan versenytársakkal kell megküzdenie, amelyek ledarálják ezt a piacot, Octaviástól, Focusostól, Astrástól, Seedestől, Aurisostól, rengeteg versenytársa van. Szóval a Renault-nak talán a legfontosabb célja az, hogy valamilyen módon visszategye az emberek fejébe az autót, és nekem is ez a legfontosabb célom, hogy megértsem újra a Renault-t. Úgyhogy most kicsit megértjük. Valószínűleg ez itt a legjobb Megane, a Grand Tour, az a kombi változat, ami már ezt az új Renault arcot hordozza magán, nagy C-alakú bevágással, LED fényszórókkal, jó, modern, egységes ez a kinézet. Gyertek oldalról is megmutatom. Nagyobb, mint az öt ajtós, a kombisággal növekedett is, és ez jót tesz a hátsó lábtérnek, helynek és a csomagtartónak, mivel a kombi ezért muszáj, hogy praktikus is legyen, de vannak még szép részletek benne. Ez is egy szép részlet, ez a kis betét. A tetőcsomagtartónak a sínjei is szépek, és a hátsó lámpa is szépen ível. Egységes, klassz formaterv, jó ránézni, még akkor is, ha Mazda piros. Bár azt mondják a kollégáim, hogy ez nem Mazda piros, de én majdnem Mazda pirosnak látom. Fussunk neki az autó leghátuljának, hisz kombiról beszélünk. Egy kombinál természetesen az űrméret nagyon fontos, de legalább ennyire fontos az, hogy mennyire variálható az a csomagtér. Űrméret 521 liter, és egy kicsit a praktikum, ez alatt vannak ilyen rekeszek, továbbá egy határoló, hogy ne csúszkáljon össze-vissza a sok cókmók, illetve nagyon könnyen ennek a karnak a segítségével lehet dönteni az üléseket, és hogyha oda benézel, pontosan jól lehet látni, hogy az első ülés háttámlája is ledönthető, ezzel szép hosszú tárgyakat is lehet szállítani, például festőlétra vagy gumizsiráf, hogy milyen hosszú ez a raktér, megmondom őszintén, nem néztem utána, de most tudományosan le fogjuk lépni ennek a hosszát. 1, 2, 3, 4 lépés hosszú, egy lépés az hány centi? 80 centi, 8×4, 32, akkor tudománytalan méréseink alapján ez körülbelül egy 3 méter hosszúságú, hát lehet, hogy van annyi, 3 méter hosszúságú rakteret eredmény ez a Megane-ban. Most már kezdünk nagyon fázni, úgyhogy zárjuk is le a motorral a külső részeket. Tesztautónkat az 1.2-es TCE motor hajtotta, ez turbós, benzines, 4 hengeres, 131 lóerős, 205 Nm leadására képes, és hogy valami megváltozott a Renault-nál, azt talán jól bizonyítja, vagy jól mutatja, hogy gázrugókkal nyílik. Ugye? Vegyük észre ezt az apróságot. Ez egy drága dolog gázrugót tenni, és nagyon sok autóban
pálcikás megoldást használnak. Ez egy szép részlet volt, Renault. Van nekem egy autós újságíró barátom, akivel nagyon sokat szoktam beszélgetni, és nagyon sok dologban egyetértünk. Abban nem fogunk most egyetérteni, hogy ő azt mondja, hogy ha már francia autóba kellene ülni, akkor az neki a Peugeot lenne. Ha francia autóba kéne ülnöm, akkor nekem pedig inkább a Renault lenne. Azt is megmondom miért, sokkal kevesebb benne az extravagancia, viszont megvan benne ez a francia kellem és ez a kényelmesség érzés. Mutatom például, nézd meg ezt az ülést. Az, hogy így lehet masszírozni egy ülést, az ugye azt jelenti, hogy ez egy nagyon puha ülés, és ez az egész autó egyébként hozza ezt a kellemes, puha érzést, ami mondjuk a 308-asból már kiveszett. Most már szerintem összeállt bennem a kép, ez a Megane a kényelemről és a technológiáról szól. A kényelem ugye ülések, futóműhangolás, lágy csillapítás, a technológia pedig például head-up display, teljesen digitális műszeretség előttem, amelynek változtatható a hangulata, és középen ez a nagy tabletszerű izé, ami már a talizmánban is szolgálatot teljesített, az új lenyomat gyűjtő környezetével. Távolságtartó tempomat, meg minden, ami mostanában kell, változtatható utastér megvilágítással. Ez az 1.2-es TCE benzinmotor egész jó választás a hétköznapokban, amikor az ember jön, megy, intézi a dolgait, valószínűleg ennél erősebb motorra nincs is szüksége. Az én vezetési stílusommal és sok autópályázással 7,7 literes fogyasztás hozott ki. Mindenki döntse el, hogy ez kevés vagy sok. Az biztos, hogy ez a 6 fokozatú váltó is sokat fejlődött, és ez az egész autó sokat fejlődött. Egészen szerethetővé vált, úgyhogy szerintem lassan odaér ez az autó már a konkurensek szintjére, érdemes, hogy visszakerüljön a fejekbe.